kedves nézőinket, jó estét kívánok! Önök az Alaegerszegi Televízió Kultúrkör című műsorát látják. Kérem, tekintsék meg rövid ajánlónkat, melyből kiderül, hogy mit kínálunk önöknek ma este. Városnéző séták és hétpecsétes Zalaegerszeg. Vendégünk Tuboly Andrea, a Zalaegerszegi Turinform iroda vezetője és Tódor Tamás marketing referens. Szent Martin adott koncertet, a neves szakszofon és pánsip művész járt a megyeszékhelyen. Ízes Göcsej, gasztronómiai és kulturális seregszemle helyszíne volt Zalaszentgyörgy. Köszöntöm is mai két vendégünket, a Turinform iroda munkatársait. Szervusztok, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Fantasztikusan jó kezdeményezések születtek az elmúlt időszakban is tőletek, az egyik a hétpecsétes Zalaegerszeg. Mi is tulajdonképpen ez a hétpecsétes Zalaegerszeg, remélem, hogy nem övezi hétpecsétes titok. Nem övezi hétpecsétes titok, sőt kifejezetten a célból született, hogy a városunknak a legfontosabb nevezetességeire, vagy éppen kevésbé ismert látnivalóira felhívjuk vele a figyelmet. Mi úgy szólítjuk, hogy ez egy élményszerző pecsétgyűjtő füzet, aminek a segítségével 11 turisztikai látnivalót, szolgáltatót, attrakciót ajánlunk a vendégeknek. Ott pecséteket lehet gyűjteni, legalább hetet, innét is ad a hétpecsétes elnevezés, és hogyha valaki hétpecsétet összegyűjt ebbe a kis élményszerző pecsétgyűjtőbe, akkor a végén sorsoláson lehet részt venni. Hol kezdődik a pecsétgyűjtés, és hogyan indul ez egyáltalán? Hát általában azt szoktuk javasolni, hogy a Turinform irodába kezdjék az akciót. Kiadjuk a füzetet, egyébként a Turinform irodán kívül más látnivalóknál is elérhető ez a füzetke, és akkor mi rögtön beadjuk az első pecsétet, útjára indítjuk a turistákat ezzel. A pecsét voltak éppen egy ilyen mini kalauz is Zalaegerszeg legfontosabb turisztikai látnivalóiból, melyben egyébként az idén átadott nevezetességek is belekerülhettek. Hát a visszajelzések nagyon jók, szívesen viszik magukkal a turisták, és hozzák is vissza már bepecsételt füzetet az irodába. Hogyan történt ezeknek az attrakcióknak a kiválasztása? Amikor Zalaegerszegre érkezik egy turista, mindenki más-más elvárásokkal, érdeklődési körrel érkezik hozzánk. Mi ezeket meg szoktuk vizsgálni, meg szoktuk nézni, hogy mi az, ami leginkább érdekli a hozzánk érkező vendégeket. Van, aki a hagyományaink iránt érdeklődik, a göcsei örökségünk iránt, van, aki a múzeumokat kedveli, mások kifejezetten az aktív kikapcsolódás miatt érkeznek a városunkba, és hát a nyári főszezon nem maradhat el a fürdőink nélkül. Így próbáltunk szemezgetni a városunknak a kínálatából, és így állt össze a Turinform irodával közösen ez a 11 helyszín. Néhány helyszínt már akkor hallottunk, hogy például a strandok is benne szerepelnek, de azért még emeljünk ki egyet-kettőt, hogy mi minden van benne ebben az akcióban. A Göcsei Tudás Központ, a piac téren felavatott új intézmény is gyarapítja a pecsételőhelyeknek a számát, természetesen az Aqua City is szerepel benne, a Göcsei Múzeum, illetőleg a Göcsei Falu Múzeum és így a Magyar Olaj és Gázipari Múzeum is egyaránt szerepel ebben a füzetben. Az újonnan átadott attrakciókkal jobb helyzetben vagyunk, most már több mindent lehet kínálni a turistáknak? Azt mondom, hogy határozottan igen. Megindult egy élénk aktív turisztikai kereslet a város irányába, úgyhogy például az Alsóerdei Sport és Élménypark kifejezetten színesíti a városnak a turisztikai kínálatát, és nagy örömünkre szolgál, hogy a Göcsei Múzeumot is ajánlhatjuk a hozzánk érkező vendégeknek, és nem csak rossz idő esetén, hanem egyébként is arra biztatunk minden vendéget, hogy a nyári jó időben is látogassa fel ezt az intézményt és ezt a létesítményt, érdemes oda betérni. A Facebook oldalatokon rendszeresen közzéteszitek, hogy pecsételjenek az emberek, de más fórumokon hogyan, milyen módon próbáljátok ezt az akciót meghirdetni? Hát nyilván az egyik legfontosabb fórumunk az valóban a közösségi médiának a felületei, de egyébként partnerek benne a szolgáltatók is, hogy tájékoztassák a vendégeiket, nagyon jók a visszajelzések az ő részükről is. Kifejezetten örültek egyébként, amikor tavaly év után idén is újraindítottuk az akciót. Turinform iroda az egyik legfontosabb fórum, tehát amikor a turista megérkezik a városba és először találkozik a városunk kínálatával, akkor mi az irodában azonnal felhívjuk a figyelmet, hogy akár két nap alatt is a hétpecsétet össze tudják szerezni. A vendégek meglepődnek azon, hogy mennyi mindent lehet itt megnézni, hiszen sokszor ránkenik azt, hogy mi csinyált város vagyunk.
nem csak a vendégek lepődnek meg, hanem sokszor a helyiek is meglepődnek, és mindig elmondjuk ilyen tréfásan, hogy amikor betér hozzánk a vendég, vagy éppen megkérdezi az zalaegerszegi, hogy és mit lehet ebben a városban csinálni, akkor azt szoktuk mondani, hogy ez a kezdeményezés ez arra jó, hogy nekünk van rögtön 10-11 válaszunk arra, hogy hova érdemes elindulni, és ebben az a pozitív, úgy gondolom, hogy amikor 7 vagy 11 helyszínt felkeres egy turista, biztos, hogy egy nap alatt nem fogja tudni megtenni. Tehát reményeink szerint ez arra sarkalja őket, hogy minél több időt töltsenek a városba, minél több szolgáltatást igénybe vegyenek, ne csak a látnivalóinkat keressék fel, hanem szállást foglaljanak, a vendéglátóhelyeinket felkeressék, és így ezzel folyamatosan népszerűsítjük a város turisztikai kínálatát. Van-e olyan helyszín, ahol 2 pecsétet is meg lehet szerezni? Voltak éppen igen, a Gébárti kézművesek házában, mind az alkotóházban, mind pedig az épületben helyet kapó Panoráma Népművészeti Galériában lehet 2 pecsétet szerezni, és akkor ugyanígy ide tartozik ebbe a kategóriába, hiszen egy területen egy-egyen látogatható a Göcsei Falu Múzeum, illetve szomszédságban a Magyarul és Gázipari Múzeum. Azon túl, hogy az ember összegyűjt egy csomó pecsétet, mit lehet nyerni még ezzel az akcióval, és természetesen tudást is szerzünk vele? Igyekeztünk a nyereményeket is úgy összeállítani, hogy meg tudjuk vele szólítani ne csak a turisták, hanem szintén a zalaegerszegélyeket is, így a helyieket is arra tudjuk biztatni, hogy ők is induljanak útra és vegyenek részt ebben a pecsétgyűjtésben. Hogyha valaki legalább 7 pecsétet összegyűjtött a füzetkébe, akkor a fő nyeremény, mondhatom azt, hogy 2 fő részére, 2 éjszakára szóló félpanziós szállásutalványt sorsolunk ki a Piccolo Panzió vendéglő és vinotékának a jóvoltából, emellett a Contrast Bistro felajánlásaként egy 15.000 forint értékű vacsoroutalványjal is kedveskedünk a szerencsésnek, és a Göcsei Tudás Központ pedig egy helyi kézműves termékekből álló ajándékcsomagot ajánlott fel nekünk, úgyhogy bízunk benne, hogy mind a helyiek, mind a vendégek értékes ajándékokkal fognak gazdagodni. Mennyi időnk van még, meddig tudunk pecsétért elrohanni? Maga az akció augusztus 28-áig tart, és akkor a sorsolás pedig szeptember 5-én lesz a Turinform irodában. Van más nagyon sok jó programkínálatotok is, és ezek sorából emeljük ki most a városnézősétákat. Kezdjük először azzal, hogy van egy régi jól bejáratott program, az Zalaegerszeg titkai. Miről szól ez a program? Milyen távot lehet egyáltalán, mekkora kört lehet végig sétálni, mi mindent lehet megtudni a városról? A Zalaegerszeg titkai program tulajdonképpen egészen 2014-ig vezethető vissza, amikor 2014-ben a Zalaegerszeg titkai címen elindított a Turinform irodai városnéző sétát. Aztán 2015-ben megjelent ehhez kapcsolódóan egy városkalauz is, ami kiadvány formájában vezeti végig a turistákat, akkor is a városon, a belső, igazi belvárosi részeken, hogyha éppen idegenvezetés nincsen olyan programunk, amihez csatlakozni tudna, akkor is a kiadványon útnak tud indulni. De ehhez később aztán elkezdtük bővíteni, és 2020-ban elindítottunk egy garantált sétákból álló programsorozatot, amikor is az első évben 3 különböző témával, 2021-ben már 5 programmal, idén pedig 4 különböző témával lehet hozzánk csatlakozni. Az Zalaegerszeg titkai mennyire kedvelt a látogatók körében? Hát azt mondhatjuk, hogy nagyon kedvelik, tehát azok a turisták, akik mondjuk először találkoznak Egerszeggel, vagy mondjuk néhány évtized után térnek vissza a már teljesen megújult modern Zalaegerszegre, akkor így megismerhetik a városnak a történetét, az átalakulását, hogy az egykori kis 500 főből álló településünkben hogyan vált az 59.000 lakosú megyeszékhely, és ebben a 2 órás programban, amely egyébként a Zalaegerszeg titkainak a menetidejét is jelöli, voltak éppen a városnak a teljes kialakulását megtudhatják. A nagyon fontos információk mellett természetesen kitérünk az érdekes történetekre is, hiszen tudjuk, hogy a várost úgy is el kell adnunk, hogy sztorizgatunk. Mikről lehet ilyenkor sztorizgatni? Hát egyébként én mindig ezt szoktam mondani, hogy a mi belvárosunk az egy kincses bánya, tehát egyébként is gyönyörű szép épületekkel vagyunk tele. Hát igazából a barokkortól kezdve maradtak meg a fontosabb épületeink, úgyhogy azért vissza tudunk kapcsolódni a múltba. A barokk korszakot megelőző időben pedig a régi dokumentumok segítségével tudunk érdekes történeteket feleleveníteni. Van egy nagyon érdekes másik séta is, és úgy tudom, hogy ez a hölgyeknek, így neked is a kedvenced, az Zalaegerszegi randevú. Itt mire számítson az, aki erre benevez?
romantikára, nőalakra, férfiak, szerelem, kezdve a futó románcoktól egészen az életre szóló szerelmeken át, az anya szerepét is megmutatjuk ezen a séta során. Én azt gondolom, hogy talán ez az idei évnek az egyik legkedveltebb témája, de a visszajelzések alapján emellett az összes többi sétánkat nagyon szeretik a vendégek. Ha még az zalaegerszegi randevúnál maradunk, vannak itt jellegzetes nőalakok, akiket lehet propagálni, népszerűsíteni? Ha nem is kifejezetten nőalakok, de az ismert emberek révén vannak olyan nőalakok, akikről érdemes egyébként beszélnünk, mint például Karinthy Frigyes második felesége, Bőma Ranka, akinek az életútja egy rövid szakaszát itt töltötte, és aztán utána a tragikus sorsain itt indult ez a Zalaegerszegről. Most a napokban volt egy nagyon érdekes, különleges program az Édes Élet Zalaegerszegen. Hogy jutott eszetekbe a Dolce Vita? Igazából mindig is kutatjuk mi is a múltat a Turinform irodában, és szeretjük megismertetni akár a városlakókkal, vagy akár a turistákkal azt az Zalaegerszeget is, ami ma már csak emlékekben létezik. És így jött az ötlet, hogy a kicsit a kulináris élvezeteket is belevegyítve a sétába, akkor sétáljunk végig azokon a fontos vendéglátóegységeken, amelyek egykoron nagyon nívósak, nagyon ismertek voltak Zalaegerszegen. Például a 19. század végétől a Kummer kávéház volt igencsak kedvelt vendéglátóhely Zalaegerszegen, aztán ugyanebben az épületben 1964-ben megalakult a Zala kis vendéglő, és hát akkor a vendéglátóegységek sorát gyarapítja az Aranybárány szállodának a régi cukrászdája, a Pontház cukrászda is egy emblematikus helyszín volt itt Zalaegerszegen, nem is beszélve a belfegurborozóról, és hát akkor a sokak által ismert régi és új ne felejts cukrászdáról. Ezek ma már nem léteznek Zalaegerszegen, viszont a visszaemlékezések alapján mi is nagyon jó képet kaphatunk, hogy milyen élet zajlott ezekben az egységekben. Finomságok is voltak bőven? Akadnak finomságok is, mindig készülünk ezen a sétán meglepetéssel. A kultikus, mindenki által helyben biztosan ismert zalakockával készülünk a vendégekhez, és most akkor el is árultam, hogy milyen finomsággal szolgálunk, de a történet, hogy miről is szól ez az édesség, azt akkor a sétán fogjuk elmesélni a hozzánk csatlakozóknak, de azt gondolom, hogy ennek a sétának az is különlegessége, hogy nem csak a régi múltú vendéglátóhelyeket tudjuk megmutatni a hozzánk érkezőknek, vagy a velünk sétálóknak, hanem az is fontos, hogy a jelenlegi kínálatot is be tudjuk mutatni, arra biztatva mindenkit, hogy próbálja ki a vendéglátóhelyeinket, a bisztróinkat, kávézóinkat, és hogy lássák meg, hogy milyen szívesen fogadják a vendéglátóink és a vendégeinket. A meghökkentő történeteknek már a címe is meghökkentő. Mit akar ez a cím? Hát ez egy igazán sajátos séta, hiszen 16 pluszos kategóriaként lőttük be. Pajzán, szenzációház, valóban meghökkentő történeteket mondunk el az érdeklődőknek ezen a séta során. Egy rövid szakaszát járjuk be egyébként a belvárosnak, hiszen a Mária Magdolna plébán templom előtti Mindszenty térről indulunk, és a Deák téren át, Piasz tér felé kanyarodva, a Kazinczy téren át visszaérkezünk a kezdési pontra, és ez a séta időben másfél órát tesz ki. Egyetlen egy történetet azért elmondanál nekünk? Hát az egyik leghíresebb történet egyébként is, amire az érdeklődők a leginkább fogékonyak voltak, az nem más, mint a híres 1956 utolsó napján megesett Koma Mária féle gyilkosság, amikor is ez a nő a saját szállásadon nőjét megölte és feldarabolta. Ez egy hatalmas hír volt abban az időben természetesen, és minden mai napig élénken él az idősebb egerszegi polgárok emlékezetében. Rárepülnek a turisták ezekre a programokra? Rárepülnek, nagyon szívesen veszik ezeket a programokat. Az első években azt tapasztaltuk, hogy elsősorban az ingyenes sétáinkhoz kapcsolódóan a helyiek keresték ezeket a programokat, de az idei évben határozottan megfordult ez az arány, és jelenleg úgy látjuk, hogy több turista keresi ezeket a programokat, amellett, hogy a helyiek is még mindig szívesen csatlakoznak a sétáinkhoz. Változó, mindegyik érdekli őket. Én úgy gondolom, hogy aki Zalaegerszegre érkezik, és van arra igénye, kedve, hogy egy ilyen sétán részt vegyen, ő szívesen fogadja az ilyen programkínálatot és lehetőséget.
Úgy tudom, hogy jelképes összegért lehet ezen a sétán részt venni, illetve a fizetés módja is eléggé kedvező. Mi a lényeg? Így van. Hát kétfajta sétasorozatot kell megkülönböztetni a Turinform irodamunkáságát illetően. Kora tavasztól, igazából az adventi ünnepkörig, a nyári időszakot leszámítva, havonta egy alkalommal ingyenes városnéző sétákat szervezünk a városi lakosság számára, és akkor a főszezonban pedig egy jelképes összegért bárki részt vehet ezeken a sétákon. Ezek egyébként garantált programok, tehát már a nyári főszezon kezdetén lehet tudni, hogy mikor rendezzük meg, és milyen időpontokban, milyen témakörökben ezeket a sétákat. Természetesen lehet OTP szépkártyával is fizetni, úgyhogy ez is gyarapítja fizetési lehetőségek sorát irodánkban. Szó esett már arról, hogy mennyi kutatás van benne ezekben a sétákban, és hát néhány kiadványt is tartok a kezemben, amik azt hiszem, hogy érdekesek ilyen szempontból, hogy ezek a történetek, amiket összegyűjtöttetek, amiket tényleg könyvtárakból és mindenhonnan előszedtetek, lehet, hogy esetleg majd egy-egy ilyen kis kötetté érnek? A Zalaegerszeg titkai sétán tulajdonképpen kötetés érett, hiszen a kezedben ott tartod a Zalaegerszeg titkai kiadványt. A hasonló történeteket sorakoztatunk fel egyébként a Különleges Zalaegerszeg kiadványunkban is, azzal a különbséggel, hogy még a Zalaegerszeg titkai a belvárosi sétát ajánlja, addig a Különleges Zalaegerszeg kiadvány pedig a peremkerületeknek a látnivalóit dolgozza fel. A többi sétának az anyagát azonban úgy gondoljuk, hogy az a szerencsés, hogyha részt vesznek ezeken a sétákon, érdemes egy szakavatott szemétől, egy tényleg mindent tudó, a városhoz szinte mindent tudó idegenvezetőhöz csatlakozva végigjárni ezeket a programokat, és hát a későbbiekben reméljük, hogy mi még sok-sok ilyen hasonló ötletünk lesz, és a jövő évben is készülünk természetesen ilyen programokkal. Meddig sétálhatunk most még a nyári szezonban? A nyári programot azt jövő héten zárjuk, pénteken délelőtt 10 órakor a meghökkentő történetekkel fogunk elbúcsúzni a nyári garantált sétasorozattól. Azt követően pedig akkor újfent folytatjuk az ingyenes séták sorozatát. Augusztus követően szeptember 27-én a Turizmus Világnapján megint egy speciális bejárást fogunk tartani, amikor is az közkívánatra az Aranybárány szállodát fogjuk az érdeklődőknek megmutatni, magát az építés történetét a szállodának, illetőleg a kulisszatitkait is a belső egységeknek megismerhetjük. Turisztikai szakemberekként hogy látjátok, mi kell ahhoz, hogy egy várost igazán jól el lehessen adni a turistáknak? Hát, ahogy a Tamás fogalmazott, lokális legendák szükségesek. Azt gondolom, hogy sok mindent próbálunk ez ügyben felkutatni. És kell még szerintem hozzá az is, hogy arra kell appellálnunk, hogy a turisták egy kicsit hedonisták. Szeretnek enni, szeretnek szórakozni, szeretnek egy kicsit a adrenalint növelni, és ehhez megfelelő módon megfelelő témákat kell nekünk találni. A romantikus pároknak ajánljuk a rendezvút, akik az adrenalint szeretik, szeretnek borzongani, azoknak érdemes a meghökkentő sétákhoz csatlakozni, akik az édességet, a gasztronómiát szeretik, azoknak pedig ott van az Édes Élet Zalaegerszegen című sétánk, tehát úgy gondolom, hogy minden módon igyekszünk kiszolgálni a hozzánk érkező vendégeket. Kell aztán a végén valami kis emlék is, amit haza lehet vinni? Előfordult, igen, amikor a séta végén, ha visszasétálunk az irodába, hűtőmágnes képes lapot, tehát van, aki szereti a szuvenírt. Egyébként nagyon szeretik akár a prospektust is elvinni, hiszen valóban egy olyan gazdag tartalmat vihetnek haza, ami már egy kiskönyvnek is megfelel. Úgyhogy egyéne válogatja. Azt tapasztaljuk, hogy egyébként a séta során annyi információ elhangzik, hogy nem is nagyon van kérdés a séták végén, mert talán előre mindent megválaszolunk, mintha fölmerülne egy kérdés. És Tamás, ez a megjegyzésed annyira jó volt, mert szerintem ezzel a témával kapcsolatban már annyi minden elhangzott, hogy nincs is további kérdésem, viszont nagyon köszönöm, hogy itt voltatok és mindezt elmondtátok nekünk. Köszönjük szépen a meghívást. Szent Martin járt Zalaegerszegen. A neves szaxofon és pánsípművész ezúttal is nagy sikerű koncertet adott a kertvárosi templomban.
Ez a darab egyike volt azoknak a jól ismert dallamoknak, melyek az est folyamán elhangzottak. A repertoárt a művész ezúttal is úgy állította össze, hogy a szerzemények kulcsot adjanak zenei stílusához. Szeretnék még közelebb menni a közönséghez a zenémmel. Szeretném, hogyha több érzést ismernének meg a muzsikából, jobban ismernék meg a hangszereket, azokat a hangulatokat, amelyeket képviselek és szeretnék átadni az élet különböző szegmenséből. Szeretném, hogyha őket közelebb tudnám hozni azokhoz a hangulatokhoz, amelyeket én a zenében képviselek. Műsorszámok között sok-sok érdekesség elhangzott. A közönség például megtudhatta, hogy a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett, külföldön is jegyzett előadó hogyan ismerkedett meg a pánsippal. Muzsikájával és szavaival pedig vallott önmagáról és művészi hitvallásáról. Kitartó ember vagyok, alapos, és szerettem azt képviselni saját zenémben, amit a világból valahogy leszűrök, konvertálok valahogy magamnak, és én szeretném gyakorlatilag megszűrni a közönség felé. Én szeretném az én saját muzsikámat közvetíteni, azt, amiben én azt gondolom, hogy hiszek, ami az én lelkemet érinti, és ezzel megérinthetem a közönséget is. A művésznek ez a célkitűzése most is megvalósult. Zenéjét a szakrális környezetben, áhítatos csendben figyelő hallgatóság fogadta be. Ízes Göcsej, ezzel a címmel rendeztek folkpikniket Zalaszentgyörgyön. A programra kulturális attrakciókkal és rengeteg finomsággal várták a látogatókat. Programot a helyi közösség összefogásával és pályázati támogatással valósították meg. A cél az értékek, az elődöktől kapott örökség népszerűsítése volt. Azt szeretnénk megmutatni a nagy közönségnek, hogy azok az ízek, amelyeket a nagymamáink főztjeiből, vagy az anyáinknak a főztjeiből ismerünk és szeretünk, akár gyerekkorunkból, fiatalkorunkból, illetve hát amit ők örököltek a nagyszüleiktől, szüleiktől, azok az ízek, azok ugyanabban a formában a mai napon is utolérhetőek. A rendezvénytéren több mint 10 féle ételt sütöttek, főztek a nap folyamán. Készült itt krumpliprószas, nagy mennyiségben szaggatták, majd pirították a dödöllét. Az egyik bográcsban egy ma már kevésbé ismert régi népi eledel, a kerekrépa készült. Én azt mondom, hogy egy olyan laktató egytál étel, egészségesebb talán, mint a káposzta, pedig annak is nagy hagyománya van itt a környékben. Csak hát a káposztára egy pár embernek az epéje egyéb érzékeny, a répára nem. Répa ilyet nem tud, az csak egyszerűen finom. Sokan várakoztak a standok előtt, hogy az ételeket megízleljék. Az édesszájúak, ha akartak, egy-egy adag után palacsintát vagy rétest is kérhettek. Közben a színpadon pódiumbeszélgetéseket tartottak, majd egymást követték a fellépők. A néptáncosok, népzenészek között sok fiatal akadt, ők a szépséget, az értéket keresik ezekben a tevékenységekben. Én 4. osztályban kezdtem el táncolni, én nagyon szeretem. Számomra a testmozgás fontos, és nagyon jó támaszt nyújt a néptánc ebben. Én nagyon sok embernek tudom ajánlani, a díszes ruhákat én nagyon szeretem, ezért én ezt nagyon tudom ajánlani.
szervezők minden korosztálynak igyekeztek tartalmas kikapcsolódást kínálni. A gyerekek a népi játszótér eszközeit próbálhatták ki, és kézműves foglalkozásokon vehettek részt. Aki elég merész volt, felülhetett a pónikra, s azokkal egy-két kört megtehetett. A felnőttek érdeklődésére a kirakodóvásár tartott számot, ahol termelők és kézművesek kínálták portékáikat, illetve megmutatták egy-egy eszköz használatát. Ez egy karmantyúfa, szőnek vele körbe-körbe, van ilyen formája, hogy kör alakú, és van, hogy lapos karmantyúfa. Általában ilyen kisebb táskákat, szütyőket vagy babákat, mábukat készítünk vele. Az eseményen külön teret szenteltek az Alaszentgyörgyi művésztelepen készült alkotásoknak. A kis kiállításon több érdekességet is fel lehetett fedezni. Különböző technikáját, a fotótól a realizmusig, és egy szép színfoltot szeretnénk az ízes göcseinek, ennek a rendezvénynek adni. Aki érdeklődik a képzőművészet iránt, az itt megtalálja azt, hogy egy pillanatra megálljon egy kép előtt, és a kép elkezd mesélni, és egy szép élményt szeretnénk biztosítani a nézőknek. Zalaszentgyörgyön már több példaértékű kulturális kezdeményezést indítottak el. Ezeket az itt élők elkötelezettsége vitte sikerre. Mozgató motorjai, mozgató rugói vannak ezeknek a kezdeményezéseknek, és az a titka, hogy emberek vannak mögötte. Olyan emberek, akik hisznek abban, hogy létre tudnak hozni valamit, hisznek abban, hogy azt a környezetet, azt a világot meg tudják mutatni másnak is, amit a mindennapokban ők érzékelnek és a részesei. Zalaszentgyörgyre, mint az ízes göcse is bizonyította, érdemes figyelni, érdemes ide újból és újból visszatérni. A jó hangulatú és jól felépített programok, a hely varázsa és az itteniek vendégszeretete garancia arra, hogy a látogató mindig jól érezze magát. Kedves nézőink, ezzel a kultúrkör végéhez értünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!